A Bors újságírója megtalálta Németországban a valóságsóban megismert Novozánszky Fannit, aki több mint egy hete tűnt el. Fanny édesanyja Katalin viszont azt mondja, hogy nem ő az, akit megtaláltak. A vonalban itt van velünk most Novozánszky Katalin, Fanny anyukája, jó reggelt kívánunk! Halló Katalin, hall minket! Jó reggelt, kezdésokkalom! Igen, jó reggelt kívánok! Na, a Bors információi szerint Fanny fotója egy német bordélyház oldalán tűnt fel, és ugye a Bors újságírója felhívta a képhez tartozó telefonszámot, és hát hangfelvételt készített a beszélgetésről. Az alapján ugye azt állítják, hogy Fannyval beszéltek, és ezt a felvételt önnek is megmutatták. Mit gondol erről? Valóban igaz, hogy megmutatták a hangfelvételt, de nem a lányom hangja. Mert ugye azt mondták, hogy az akcentusa is hasonlít, meg ugye nagyjából a hangszín is rendben volt, de ön azt állítja, hogy nem. Mikor beszélt Fannyval utoljára, mikor találkoztak? Múlt héten hétfőn délelőtt olyan 9-10 óra magasságában beszéltem a lányommal. Mit mond a rendőrség? Hát még tájékoztatást igazán nem adtak, ma beszélek egy illetékes személlyel, ha minden igaz. Önök mire gondolnak, mi lehet a háttérben, mert ugye információink szerint, amikor bement valaki a lakásába, azt hiszem talán Fannynak a barátnője, akkor ott voltak a kutyák is, és még talán a lámpa is égett. Tehát azért ez nyilván arra enged következtetni, hogy nem biztos, hogy Fanny önszántából ment el, tekintve, hogy ugye nagyon-nagyon szerette a kutyáit, és azt nem hagyta volna csak úgy szó nélkül ott. Igen, valóban mi mentünk be a férjemmel a lakásba ketten először, és utána jött a barátnője, és valóban igaz, ott volt a két kiskutya, két pici Yorkie, és valóban világítottak a lámpák is, és Fanny nem volt sehol, tehát szerintem biztos, hogy nem önszántából ment el. Én azt mondom. Ön bizonyára nagyon jól ismeri a lányát. Mit gondol, milyen gondolatai vannak ezzel az egész üggyel kapcsolatban? Hol lehet Fanny, mit csinálhat Fanny? Nem tudom, sejtelmem nincs. Nem tudom. Elképzelni nem tudom, hogy hol van. Nem tudom. Mit fognak most tenni? Mire számítanak? Nyilván a rendőrségtől segítséget kértek, de... Hát igen, én arra számítok, hogy ez a profi csapat, akit láttam szombaton, hogy meg fogja találni a lányomat. Én arra számítok, hogy nagyon bízom benne. Én kérem az urat, hogy találják meg. Történt már ilyen Fannyval korábban bármi hasonló? Soha nem történt, soha nem történt Fannyval. Minden nap beszéltünk egymással Fannyval, és soha nem történt ilyen, hogy ne jelentkezett volna be, hogy anya, elmentem mondjuk két napra Balatonra, vagy anya, ne aggódj, itt vagyok. Soha nem mondott ilyet. Ezek szerint akkor nagyon jó volt a kapcsolatuk, és mindent megbeszélte. Igen, nagyon. Hát nagyon. Ehhez mondjuk nehéz, sok mindent sajnos nem tudunk hozzátenni. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és természetesen nagyon szorítunk, hogy minél előbb valamilyen hírt kapjon Fannyról. Nagyon szépen köszönöm. Szorítunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönjük, hogy itt volt. Kedvesek, a viszontlátásra.